Szép jó napot kívánok! Sok ismerőst látok itt. Sok debrecenit ismerek. Akit nem ismerek, akik nem ismernek, Gunagriha az én nevem. Gunagriha Sri Chinmoy tanítvány. És ezen a nem is küldetésen túl fogoros vagyok. Fogorvosságot többször abba akartam hagyni. És mesteremet kértem, hogy én valami egyebet csináljak, hagyjam abba. Így csinál. Mikor aztán harmadszor is kértem, akkor komolyra vett. Ez azt jelentette, hogy ült a székbe, és akkor eltűnt. Olyan, mintha nem is lett volna testébe senki, megállt minden, és én vártam, egyszer visszajött, rám néz. Hát sajnos, nem hagyhatod abba, mert nem tudok boldog lenni vele, de tudod én, mert nem tudok boldog lenni. De legfelsőbbet megkérdeztem, és azt mondta, te fogorvoska, nem. Ő akarta, hogy te az légy, úgyhogy neked az kell lenni. Úgyhogy ilyen is van, és addig én azt hittem, hogy én választottam a szakmát magamnak, aztán kiderült, hogy azt semmit csináljuk. Tulajdonképpen én azt hiszem, mi semmit sem csinálunk, csak elrontjuk a dolgot, ahol lehet. És hátráltatjuk azt a dolgot, amiért a Földre születünk. Mert ragaszkodunk, kötődünk dolgokhoz, amiket úgy képzelünk, hogy ha azokat elveszítjük, akkor vége a boldogságnak. Ezt nem is tudjuk elképzelni, hogy pontosan azok a dolgok mögött van a legnagyobb örömünk. Ezt csak akkor látnánk meg, ha meg merjük tenni. De nem merjük megtenni. És ezért, hogy nem merjük megtenni, nem vagyunk boldogok. Ugye mi azért jövünk a Földre, hogy többek legyünk, többé váljunk, tudatilag fejlődjünk. Nem hallatszik, hogy mi? Nem hallatszik hátul? Tudj engem? Hallatszik. Hátul is. Szóval, most jó? Most tényleg jó, én is hallom. Szóval mi azért vagyunk a Földön, hogy fejlődjünk. Fejlődés. Azt jelenti, hogy több leszünk. Mi volt? És tulajdonképpen a fejlődés az életben van. És az élet egy iskola, amely minket megtanít dolgokra. De mivel mi az iskolát lassan szeretjük járni, ezért mi lassan fejlődünk, mert nem tudatosan tesszük azt. De az élet egy olyan belső iskola, amelyben mindenki fejlődik. És mikor eltelt pár évtized, hogy itt vagy a Földön,
az adott helyzetben, amiben vagy, akkor rájössz, hogy más vagy. Teljesen más vagy, mint ezelőtt pár évvel, vagy évtizeddel, vagy akármi. Mindenki fejlődik. És érdekes módon ez a fejlődés pontosan ellentétes dolgokat hoz ki belőlünk, mint ahogy mi élni szeretünk. Mi szeretünk úgy élni, hogy uralkodjunk, mi szeretünk úgy élni, hogy mi diktáljunk, mi szeretünk úgy élni, hogy mi legyünk a legfontosabbak, és főleg úgy szeretünk élni, hogy minket szolgáljanak. Az élet pedig a fordítottjára tanít meg minket. Mi nem leszünk boldog, és összetörünk. És akkor az levesz a büszkeségünkből, már nem akarjuk, hogy szolgáljanak, ma úgy is jó van, ahogy van. Ha így indulnánk, sokkal messzébbre jutnánk el. De mi az egyéni érdeknek vagyunk az imádója. Az egyéni érdek az emberiségnek az Istene. Az egocentrizmus előtte van a közösség érdekének. És ettől rossz a világ. Az egész emberiség. Mindenhol. Egy egyén minél több képességet, jó tulajdonságot kap, annál magasabbra fel tud menni a társadalomban. És minél magasabbra fel tud menni, annál jobban rombolja a társadalmat. Mert az egocentrizmusáért fog élni. Mert az egyéni érdekeit nézi. És ez alól az sem kivétel, aki nem megy magasra. Mert a családban ugyanazt élet. A családban az egocentrizmusodat éled. És azon keresztül akarod, hogy az érvényesüljön, amit te tartasz helyesnek, igazságosnak, jónak. Tehát tulajdonképpen mindegy, hogy milyen szinten van valaki, mindegy, hogy mit él valaki, mi mindig helytelen lél. Mi azért jövünk egyének a földre, hogy szolgáljunk. Mit szolgáljunk? Szolgáljunk az emberiséget, a teremtményt, akit a Teremtő teremtett. És a Teremtő és a teremtmény egyek. Úgyhogy ha az emberiséget szolgálom, félretéve az egyéni érdekeidet egy kicsit, akkor tulajdonképpen isteni módon élsz. Mi pedig nem ezt tesszük egyelőre. Én tudom, pontosan most meséltem el ezt a dolgot egy riport alkalmával, hogy tulajdonképpen te miért írod a könyvet, meg mi az, amit hirdetsz. És én elmondtam ezt, hogy én ezt hirdetem, hogy mi rosszul élünk. És még azt is hirdetem, hogy ezt a rosszul élési formát közösen létrehoztuk az egész emberiség. De megjavítani nem vagyunk képesek közösen. Erőszakkal nem lehet az egocentrizmust visszalökni. Erőszakkal senkit sem tudsz kényszeríteni, hogy más legyen. Minden egyes ember, minden egyes személy önként tud lemondani arról, hogy az egyéni érdeke kevesebb legyen. Hogy a másikkal egy színbe kerüljön. Hogyha két ember együtt él, ha egy család együtt él, ha egy közösség együtt él, akkor egymást szolgáljuk. És találjuk meg a szolgálatba az örömet. Találjuk meg abba az örömet, hogyha másiknak örömet szerzek, ha másikat szolgálom, akkor azt az örömet át tudom venni. És ez az embernek igenis a képessége, csak mi nem figyelünk oda, mert mi nem a szívünkben élünk. De ha szívünkben élünk, akkor ez egy tökéletesen működő dolog. Amikor eljutottam körülbelül idáig, azt mondta nekem az illető, aki a riporter volt, hát én magát sajnálom, mert erre vevő nincs ezen a világon. Ja, mondtam nekem, nincs is ilyen reményem, hogy engem meghallgatnak az emberek.
De valaki csak kell kezdje ezt kimondani. Valaki el kell kezdje mondani egyáltalán ahhoz, hogy az emberiség tudatába, a közösségi tudatba bekezdje menni. Valaki csak meg kell írja az igazságot, a helyes dolgot, akkor is, ha az az embereknek büdös, ha nekik nem tetszik. És akkor is, ha csak 5-en vagyunk, ha csak 10-en vagyunk, ha 100-an leszünk, hát az nem egy szám ehhez a tömegekhez, akik élünk, de benn van a tudatban. És ha benn van a tudatban, azt mondom, már nem elég is senki. És idővel ez hatni fog. Aki kipróbálja, mert ugye ez mindenki csak magának próbálhatja ki a spirituális életmódot. De aki kipróbálja, és rájön arra, hogy pontosan a fordított dologba kapja olyan nagyobb örömet, mint amit addig képzelt, és nem az a lényeg, hogy kinek van igaza a családban, kinek van igaza itt vagy ott, hanem az a lényeg, hogy béke van. Az igazságot elfelejtetted egy hét alatt, hogy miben volt igazad, miben nem volt igazad. Összemarunk olyan dolgokon, ami viccesek, röhelyek. Mi hagyott felemelve a WC-kagylót? Mi nem engedenne? Hát te mi nem engedenne? Semmiségekkel, semmi buta dolgokkal egymást piszkálj. Ahelyett, hogy magadba tekintetbe vennéd a másikat, leengednéd, vagy felemelnéd, nyúlsz. Amit a másik akar, azt a helyet egyszer elfelejted, akkor a másik is hallgat. Mi nem törekszünk tudatosan a békére. Itt a probléma. Mi nem tudatosan törekszünk. Mi azt akarjuk, hogy a család olyan legyen, ahogy én azt jónak látom. Nézzük a legegyszerűbb dolgot. Két ember szeret egymást. Együtt akar élni. Együtt is él. És mindaddig, ameddig a szív működik, jól is van minden. Aztán, amikor egy kicsit a szív elfásul, mert hát már egymást kezdik megismerni az emberek, akkor előjönnek az elvárások. És előjönnek a dolgok. Azt mondom, ho-ho, 80%-át én szeretem ennek a nőnek, de az a 20%-ot nem bírom. Figyelj ide! De nem így kéne viselkedj. És akkor elkezdem ezt megtanítani, megváltozni, ő pedig engem. És akkor mi lesz belőle? Egy harc. Egy csata. És tulajdonképpen aztán olyan békecsatát vívunk, hogy kőkövön nem marad, beadjuk a vállókert, aztán újra házasodunk, aztán ugyanezt a játékot lenyomjuk még egyszer, soha eszünkbe nem jut, hogy tulajdonképpen az én fejemmel kell valami baj lenni. És ha én hordozom a természetemet tovább, akkor nem is változhat meg semmi. Nem gondolom mi soha arra, hogy én, az egyén, az ego, kell. Tehát, mi egymáshoz nagyon ragaszkodunk. Isten őriz, hogy baja legyen, meghalljon, akármi, jaj, vége van a világnak, vége lesz. De ameddig ott van épp egészségesen, addig piszkálunk. Valami nincs rendben velünk. És nem veszük észre, hogy velünk nincs rendben. Mi mindent kivetítünk a másikra. Ezért ez így nem jó. Mi nem vagyunk őszinték. Saját magunk. Az egy dolog, hogy másokkal nem vagyunk őszinték, azt már megszoktuk. Senki sem őszinték. De mi magunkkal nem vagyunk őszinték. És ebből a nem őszinteségből kijön az az életmód, amit ma élünk a Földön. És persze, ha valaki följebb van, és a reflektor fényben él, azokat jobban kritizálja. De csak azért, mert nem mi vagyunk ott. De ha mi volnánk ott, akkor nekünk lenne jó. Tehát az egocentrizmus a betegség a Földön. Nem a gazdasági válság a hibás azért, ami itt van,
Egyáltalán nem. Itt semmiféle válság nincs, itt egy tudati válság van. Az emberiség nem jött arra rá, hogy nem ő az egyén az Isten, a közösség az Isten. Mindegy, hogy kicsi közösség, nagy közösség, akármilyen közösség, de a közösség az Isten. A közösség az első. És utána jössz te, annak a tagja. Itt van egy új könyvem. Ebben most van egy olyan fejezet, hogy az őszintesség. És mivel mi nem vagyunk magunkkal őszinték, meg senkivel sem őszinték, én rájöttem, hogy tulajdonképpen egyetlen egy dolog megváltoztatna ezt a világot. Az őszinteség. Ha őszinte tudnál lenni, és mindenki őszinte lenne, akkor a világ megváltozna. Csak persze erre sincs erő. Ez én azt találtam ki, hogy megoldjam a világ problémáját, elmegyek, kifogok egy aranyhalat. Az aranyhalat megfogom, megnézem, nekem nem kell, mert én nem eszem halat, ugye? Vegán vagyok, visszadobom a halat. De az aranyhal kiszól, azt mondja, hé, Gunagria, három kívánság, kell kérjél három kívánságot, mert ha ez a játékszabály, és akkor én azt mondom, hogy nekem nem kell semmi. Ó, ez nem jó. Muszáj kérni. Na mondom, jó. És akkor marad egy kívánság nekem csak. Diktatúrát akarok a Földön. Diktatúrát. És a diktátor, egyetlen diktátor az egész világon és minden országban az őszinteség. Az emberek fejébe cserélj ki mindent, tegyél be egy csavart, és ne tudjon hazudni. És mindent őszintén kimondjon. Ettől a pillanattól kezdve mindenki. Az aranyhalacska azt mondta, oké. Na most képzeld el, mi történik? Hónap kiáll a miniszterelnök úr, vagy a pénzügyminiszter, vagy akárki, kipakol rendesen, mert nem mond más a szája, mint ami belül van. Hú, erre felvesz a tömeg. Így meg úgy, közben a tömegbe az emberi, észreveszik, hogy kimondják ők is, utána befogja a száját. Hú! Rájön, hogy hoppá, itt még közös hajóba vagyunk. Itt nincsen senki, aki nem mondja. És amikor megkezdődne egy ilyen, ha az őszinteség diktatúra kitörne, te tudod, hogy nincs olyan probléma a Földön, ami meg ne oldulna? De el tudod azt kérdezni. Nem lenne évente 4 millió éhen haló gyermek? Nem lenne. Nem lenne betörés. Nem lenne csalás, lopás, semmi. Csengetnek az ajtódon, öreg hölgy vagy, kinyitod. Mit akarna? Csokolom, azért jöttünk, hogy magát becsapjuk, ellopjuk a pénzt. Jaj, értem, hát azért ne gyertek be. Hát akkor legalább ígyunk egy kávét. No jó, gyertek, igyetek. Én nem viccelek, de ha ezt a végigjátszol ezt a szenáriót, hogy mi történne akkor, ha te szájad is együtt az összesével, csak az őszinteséget tudnál kimondani. Egész más világ. Egész más. Csak persze ez egy mese, amit én kitaláltam, de ha ez így lenne, akkor még az orvosi rendelő, kórháza, mindenki ezt kiürül. Börtön. Képzeld el, az ügyvédek munkanélkül mi válnának? Tudta! Szegények. Hát mindenki bevallaná egyből, ami a helyzet, a téma, megszületne a döntés, kész, sajnálom, bocsánat. Egyszer az összes ártatlan a börtönből kijönne, utána börtönök ürülnének, utána börtön kiadhatná a kemping menekülteknek, vagy akárminek, de már menekül se kéne legyen. Mert más diktátor nem lenne, csak az őszinteség. Képzel egy afrikai diktátort, amelyik így nyom, akkor ki más elmondja az igazat? És akik őt támogatják, az összes kimondja az igazat? Azt mondja, hát akkor kell csomagoljuk a bőröndöt, húzunk innen,
Őszintességgel nem lehet semmit se elnyomni. Őszintesség hiánya az, ami hozzá. Képzeld el, milyen unalmas életed lenne, ha te például egy pletykázó vagy. Meghallasz valamit, ezt tovább mondod, de már nem tudasz hozzá semmit. Lerombolódsz. Hát nem is olyan érdekes a dolog. Ja, hogy kinek a leánya mit csinált, meg kivel? Hát az nem biztos, hogy úgy van. Ez nem igaz. Mi az igaz? Egyből minden más lenne. Képzeld el, amiről én álmodom, gyermekkorom óta arról álmodom, hogy lenne egy olyan világ az emberiségben, ahol nincsen kulcs, ki zár. Nem zárnák be többet a lakásokat, az ajtókat, a semmit. A tiszta őszinteséggel ez is működne. Minden működne. Éhezik valaki, megy és kér segítséget. A másik nem tudja mondani, hogy nem tudok segíteni. Hát ő nem tud hazudni. Hát én tudok neked segíteni. Ilyen egyszerű. Az őszinteség nem mese. Az őszinteség egy komoly dolog. És hogyha te egyénileg megvalósítod, ez egy borzasztó érdekes dolog. Nézzünk egy kicsit bele az őszinteségbe. Ugye, ha őszinteség lenne, nem lenne csalás. Nem lenne munka nélküli gazdagság. Az pedig egy nagy probléma máma. Az emberek, akik dolgoznak keményen, becsületesen, azoktól elveszik a munkájukat, a munkájuk eredményét, a tőzsdén a spekulánsok felverik annak az árát legalább 10-szer, mindenki nyer rajta többet, mint aki dolgozik érte. Ez a világ megy máma. Ez már nem fér bele az őszinteségbe. Képzeld, az emberek, akik soha nem dolgoztak, el kellene kezdjenek dolgozni. A dolgos embereknek pedig még jó lenne a dolguk. Tehát a világ változna. A világ változna, ha nem lenne, ha őszinteség lenne a Földön, nem lenne szenvedés. A családban sem lenne. Szenvedések 90%-a a családjainkban van. Te azért ezt gondold meg, milyen durva. És ennek egyik oka az őszinteség hiánya. Persze, hogy az egoizmus, őszinteség hiánya és a hűtlenség. Hűség? Kitörődik máma ilyenekkel? De az őszinteségben benne a hűség. Mindig boldogok lennénk. Miért? Mert gyerekek tudnánk maradni. Mert nem szereznénk a keserű tapasztalatokat a hazugságokkal. Nem tanulnánk meg azokra reagálni és abban élni. Az ember egy boldog lénynek született, azt ne felejtsd el. És mint gyermek látszik rajta, hogy milyen kell legyen az ember. És mi lesz az emberből? Mitől lesz a kedves, édes emberke utálatos nagy két lábú? A hamisságtól, kérem, a hamisságtól. Attól, hogy az értéket káóra üti az érdek. És ezt megtanulja. Bezárul a szív, és az értelem ravasságba öltöztet minket. És akkor azt éljük. És ezt képzeld el, hogy te is csinálod. Te is részes vagy ennek. Én is. És mindenki. És ezt végre valaki meg kell mondja, és fel kell ismerje, hogy emberek, nem jó van a rendszer. Nem jó csináljuk mi a dolgokat. Ha őszinteség lenne a Földön, nem lennének könnyes szövek. Ha csak az örömtől nem könnyeznél. De nem kéne sérülni senki. Az őszinteség egy megvalósítható dolog. Ezt én garantálom. Én nem mondom, hogy könnyű volt, vagy könnyű megcsinálni. De lehetséges. És megéri. Próbáld meg. De az van írva, már csak az élmény megéri,
ahogy mások elítélnek téged, mert őszinte vagy, én azt annyira élveztem, hogy hogy felháborodnak az emberek, mikor alázatosan, kedvesen, ezt ne felejtsd el, megmondod az igazat, és van bátorságod hozzá. Az a felháborodás, az a támadás, ami megy ellened, az egy öröm csak átnézni, mert annak az erőnek teszed be, ami a Földet tönkre teszi, ami az emberiséget tönkre teszi. Nem enged egy isteni életet. Úgyhogy ezért én azt mondom, hogy próbálj meg őszinték lenni, ha csak egy páran is, akiknek van bátorságuk az. Mert az őszinteség a bátorság kérdése. Őszintének lenni egy sokkal több bátorságot igénylő dolog, mint úszni az áron, és elfogadni mindent. Fertőzzük meg az őszintességgel ezt a hamis világot. Nem muszáj, hogy mindenki szeressen, de legyünk tiszták, és akkor mi tudjuk magunkat szeretni. És ha te őszinte vagy, nem leszel beteg. Miért? Mert a betegség abból jön, hogy van egy belső diszharmóniád, amit te összeszedsz magadnak. És mivel mi szellemi lények vagyunk, azt ne felejtsd el. A gondolkodás, az érzésvilág, az egy szellemi tevékenység. Mi nem állatok vagyunk. És az a szellemi tevékenységedbe, amit te magad iránt és magaddal teszel, abban, ha diszharmónia van, az kinyilvánul. És hol nyilvánul ki? Ahol a szellemi lény él, a testben. És akkor beteg vagy. És mitől vagy beteg? Attól, amilyen vagy. Senki sem hibás azért, csak te. Az őszintesség nem egy olyan mese, amin gondolkodni kell. Nem is lehet. Gondolkodással nem lehet az őszinteséget megvalósítani. Az őszinteség egy tény, egy valóság. Az nem egy értelmi tevékenység. Az őszinteséget nem lehet kitalálni. Az őszinteség egy belső késztetés. Az őszinteség a szívünkben lakik. Az értelem nem csöpök az őszinteségtől. És nem folyik ki belőle az őszinteség nektárja. Az értelem az ragasz. Meg kell tanulni, nem itt élni, hanem itt élni a szíved. És az sokkal értékesebb. Én annak idején, mikor ennek nekifogtam, ennek az életmódnak, hogy én most már 28. évben vagyok, hát közel 3 évtizede, én el nem tudtam képzelni azt a dolgot, hogy másnak az öröme, mekkora örömet tud nekem adni. Hogy más örül valaminek, és hogy én azt át tudom menni. Én a hátánál vagyok, ő engem nem is lát. És látom, hogy örül. És kapott egy olyan dolgot, ami neki egy valami fantasztikus, hogy azt én, hogy érzem, lehet jobban örülök, mint ő. Mert a szívemben élek. És mivel a szívemben élek, mindig fiatal vagyok. Mindig gyermek vagyok. A szív nem rácosodik. Csak a bőr. A szíved sohasem ráncosodik. A szíved mindig simma és kacag. Az őszinteség olyan valami, ami bentről jön. És néha erőszakosan jön. Vannak emberek, akik addig hazudtak, addig éltek rosszat, hogy egyszer elkapja őket. Az őszintőség. A belső lénye megharagszik, és azt a kapcsolót, amit én az aranyhaltól kértem, bekapcsolja nála. És akkor kipakol. És függetlenül attól, hogy társadalmilag, gazdaságilag tönkre megy, vagy bármi történik, és a börtön van rá, el kell mondja az őszintőséget. És van ilyen eset sok. És olyankor nincs más, csak őszintőség terror egy ember. És mégis megcsinálja. Milyen érdekes. És megcsinálja. És az értelmével már nem ellenkezik. Miért csinálja meg?
mert az őszinteség megnyugtat. Az őszinteség tisztán tart. Az őszinteség azon állapot alapfeltétele, amelyet mi mindannyian magunkénak szeretnénk tudni, a belső békéje. Az őszinteség valamit ott bent kisímít. Olyan kellemes, vásonszerű, sima puhaság érezhető a szívünkben, és ebben igazán jó élni. És annak az embernek, a gazembernek megéri, hogy bemenjen a börtönbe is, de ő ezt meg kell csinálni. És ezt elküzdünk mi nap, mint nap. Mindjárt kivételnék a saját magunk becsapásával szemben. Mi nem az őszinteséggel indulunk, mi számítunk. Az értelem állandóan számít. Az értelem az egy furcsa jószág. Mert az értelem megtagadja azt is, amit ő gondol. A kétséggel. 10 perc múlva más gondolsz, 20 perc múlva más gondolsz. Egyik nap ezt mondasz, másik nap azt mondasz. Az értelemnek nincsen szava és szavatartása. Az értelem egy jellemtelen nulla, semmi. Ha nem tanulsz meg a szívedben is élni, akkor nem tudsz, akkor beteggé fogsz válni. Az értelem számol és számít. Így nem az őszinteség van benne előtérben, hanem az érdek. És mivel mi az értelemben élünk, és még ráadásul hagyjuk magunkat is tudatosan vagy tudatalatt, de többnyire direkt tudatosan, az egónkkal befolyásolunk, és elvárjuk az emberektől, hogy olyanok legyenek, amilyen nekünk megfelel, és az érdekünk, akkor az őszintesség úgy eltűnt, a lábad kicsúszik, és megvan a problémád. És ha ezt te évtizedekig csinálod, akkor ne csodálkozz, hogy beteg vagy. Akkor beteg vagy, mert nem azt éled, aki te vagy. Te nem vagy hű önmagadhoz. Erkölcs, semmi. Persze az ember az kiszámol. És úgy gondolja, hogy mindig akkor füllent, amikor muszáj. Mert hát, ha nem füllentek egyet, akkor a mama megharagszik. Vagy ez, vagy az. És aztán ezzel a muszájjal hozzászoktatjuk magunkat, hogy aztán már mindig muszáj. Mert nem is jövünk ki abból, hogy mi a muszáj, és mi nem a muszáj. Tehát, kérdés az, akarsz boldog lenni? Akarod az életet tisztába tenni? Akarsz jól aludni és egészséges lenni? Nem azt kérdezem, hogy szeretnél. Mindenki szeretne. Akarsz. Ha akarsz, akkor hajlandó vagy érte fizetni. Aki csak szeretne, az olyan, mint a lottó nyeremény, aki még lottó szerelvényt se vásárol. Én is szeretnék a lottó nyerni, de soha nem veszek lottó szerelvényt. Úgyhogy én is úgy járok, mint a vízbe a másik, hogy aztán az megjelenik a legmagasabb Isten. Kónak, de kínoszta, annyit imádkozol a lottó nyerésére, ha nem vásárolsz szelvény, mi lesz? Tehát, ha akarsz, akkor valamit kell tegyél. Isten nem ad semmit ingyen. Miért? Mert Isten egy jó szülő. Egy jó szülő. És mit mond a jó szülő? Ha segítesz magadon, gyermekem, én is segítek neked. Ha te szülő vagy, és jó pár milliós párnán ülsz, és a gyereket csak lóg, és csavarog, és nem törekszik semmire, ha jó szülő vagy, nem adod oda neki a pénzt. Ha igyekszik, akkor azt mondod, hú, összeszedtél egyet, adok én hozzá 9-et, Isten nehogy azt hitt, hogy másképp tesz. Ha te nem akarsz fizetni őszinteséggel, ha te nem igyekszel istenibbé válni, ha te nem igyekszel az emberekben szolgálni az Istenit, és nem ott valahol, amit elképzelsz Istenről, hanem ott, amit látsz magad körül, akkor Isten sem segít neked.
tulajdonképpen mi nem másokért kell őszinték legyünk. Mi magunkért kell őszinték legyünk. Mindenféle föllentéssel, mindenféle dologgal, amit te másnak mondasz, mindig becsapod magad. A belső lényeddel szemben nem vagy őszinte. Mert amikor te másiknak, hiába vonulsz le te győztesen, hogy no, ravassággal megnyertem én a versenyt, és én jövök ki győztesen, de belül vesztettél. És az a belső veszteség, az a belső rombolás a szívedben, a lelkeddel szemben, azt te hordozod magadba. És amikor ezeket sorba fölgyűjtöd lassan, apránként magadnak, az összes ott van benned, és vár az elszámolásra. Nehogy azt hidd, hogy valaha is meg tudsz úszni valamit. Isten nagyon-nagyon ravasz, és beléd bújt. És a lélek formájában benned van. És nincs olyan dolog, amit el tudj rejteni. Sem gondolat, sem érzés. Semmi, semmi, semmi. Minden fel van írva. Felíródik. Hányszor meséltem el az előadásaimat, hogy a hipnózisban mindent láthatsz, ami a múltadban van. Föl van minden írva. A belső lényed mindent hordoz magában. És azok ki kell nyilvánuljanak a te életedben, vagy az életeidben. Lehet, hogy ezt nem hiszed el, mert látod, hogy a másik a hazugságával, a hamisságával boldogan ül a vagyonán, vagy a hatalmán. De vajon ez így van? Mit látsz te abból? Látod az embert, amint tapnyalói körében magabiztosan mosolyog, de érzette azt, amit ő érez? Részese vagy az ő álmainak? Gondolod, ő valóban békésen boldog? Ez csak kívülről látod így. Ez olyan, mint amikor új szomszéd költözik mellé. Olyan rendes, kedves, úri ember. Mikor fél évet ott laktak, és hallod, hogy mi van a falak mögött, azt mondod, Uram Isten, csak ne találkozzak vele. Kívülről minden szép. Minden jó, minden gyönyörű. De csak addig, amíg nem ismered meg. Úgyhogy a legjobb magaddal foglalkozz, és nem másokkal. Minden esetre én egy hírességgel, hatalmas emberrel senkivel helyet nem cserélnék. A belsőleg szerzett hamisság az egy olyan dolog, képzeld el, mintha soha nem cserélnéd ki a fehér nevődöt. Te el tudod képzelni, hogy élnél te évek után? És ez belül benned így van? Csak a belső piszkosságot megszokod? És hozzá szoksz? De ha elkezded meditálni, és elkezdél az őszintesség után sírni, még nem is kell tudni meditálni, csak sírjál utána, és kezdjél a szívedbe élni, akkor előjön a piszok. Nekem 2-3 hónap után, miután elkezdtem spirituális életet, akkor jött ki belőlem, és megláttam mindent, hogy bennem mi van. Én addig a világ legjobb embere voltam, most pedig szörnyű volt. Minden mocsok, amit a világban látok, mint bennem volt, mert mindent összeszedtem én magamnak, ha nem őszintűséggel. És ezzel mi mindig vagyunk. A koszban nem tudsz boldog lenni. Legyen az külső kosz, vagy belső kosz. Nem tudsz. Csak a belső kosszal az a helyzet, hogy a külsőt azt leveted, lemosod magad. De a belső kosszal az a helyzet, hogy fel sem ismered. Te csak az eredményt látod meg, hogy nekem nem mennek jól a dolgaim, nekem mindenki keresztbe tesz, velem nem jók az emberek, így meg úgy, meg betegségem van, meg ez a bajom, meg az a bajom, miért nem sikerülnek az életbe az ügyeim? Hát azért meg koszos vagy, belül. Itt kell kezdjük. Na most ha ezeket hallod, akkor gondolhatod, hogy a riporternek milyen igaza volt. Azt mondta, sajnál engem. Na mindegy, én nem magam után. Én boldog vagyok. Úgyhogy az őszinteség a tisztaság feltétele. Az őszinteség
az önmagad iránti tiszteleted kifejezése. Ezt te ne felejtsd el. Önmagadot tiszteled, ha őszinte vagy. És ott kezdődik, és áll, és bukkik minden, ami vele történik az életben. Ahhoz, hogy az életed boldog legyen, sikeres legyen, rend kell legyen az életedben. Ez a rend csak egy tulajdonsággal szerezhető, az őszinteséggel. Nem kell hozzá több, de kevesebb nem elég. Az őszinteség egy olyan dolog, amiben nem lehet kompromisszumot kötni. Nincsen jelentéktelen pici hazugság. Nincs. Gondold el! A gyermek otthon, jaj, légy őszinte anyukához, igenis anyuka őszinte leszek. Jaj, hívd fel a mamát, légy szíves Pista, hogy valamit mondja az öreg lánynak, hogy nem megyünk hozzá a partira, mert Pistáiknál sokkal jobban szórakozunk, és csodában nehogy megharagudjon az öreg asszony. A kicsinek a szantennája fogják. Aztán, amikor már 6 éves, már tudja, hogy kell veled elbánni. És csodálkozol, az óvodában olyan rossz lett az a gyerek felé. Te csináltad belőle azt, ami ő. Te adtad neki. Szegény édesanyám, Isten nyugtassa, soha nem jött rá, hogy ő tanított meg engem hazudni. Professzor voltam a hazudásban. Mindig tudtam 100 felé, hogy kinek mit hazudtam, és hol tartok a hazugságot. Akkor élvezett volt nekem az kezelni. Anyám tanított, utána ő könyörgött, hogy ne hazudjon. De ma a világ úgy megszokta a hazugságot, hogy én azt mondom, hogy a legjobb hazugság az igazság. Ha mindig megmondod az igazat, akkor nem kell megjegyezni, hogy kinek mit hazudtál. Nem felejted el, hogy a mamának mit hazudtunk akkor, mert ha nem megmondtad, hát Pistáékhoz megyünk, most már megharagszol, az ő baja. De megmondtad. És hogyha te a legjobb hazugságot használod, az igazságot, soha nem lesz problémád. De mi félünk tőle. Őszinteséggel a problémám már ott kezdődik, hogy nem bírjuk elviselni. Mi magunk nem bírjuk elviselni, ha velünk az emberek őszintén. Bejössz ide a terembe, teszem azt, ül egy kedves ember ott, úgy néz ki, hogy kedves, oda mész, melléje leülsz. Kedves ember azt mondja, hölgyem, ott van még hely, jöjjön egyen arra, mert magam ellet rosszul érzem magam. Most te értékeled az őszinteséget, feléd. Fölmegy a vérnyomásod. Azt mit képzel? Hát ez így, meg úgy, meg nem tudom. Pedig nincs igazad. Mert az, hogy ő melletted rosszul érzi magát, az az ő szegénysége, az az ő nyomora, az az ő lelki, abszolút lelki koldus műmódja. Abból ő kell kinőjön. Kedvesen mosolyog rá, és mondja, ilyen is, uram, és üljön rá, és hagyja. Ő kell megszerezze, és értékeld azt, hogy őszinte volt legalább. De mi nem tudjuk ezt tenni. Mert az igazság kegyetlen. Mi kegyetlennek érezzük az igazságot. De mi nem lehetne elfogadni akárkitől? Hát rögtön az igazság. Ha az őszinteséggel indulnál bármilyen párkapcsolatba, családba, akárhol, ha legelejtől megegyezel, mindenben őszinteség, rögtön őszinteség, soha nem tornyosulnak fel a problémák. Nincs olyan probléma, amit meg ne előzne az őszinteség. Addig, ameddig az még kicsi. De hallgassuk, mert kínos nekünk megmondani az őszinteséget. Nehogy megsértsen a drágát, és akkor nyelek. És bennem nő, és nő, és nő. És aztán robban. Az őszinteség
azért fáj, mert mi mindent személyesen veszünk. És mivel mi személyesen veszünk, azonnal a szentimentális önértékelésünk csípős, égető cseppjeit engedjük szívünkre hullani, és önsajnálatunkba toljuk össze magunkat. Mert meghallottuk az igazságot. Akkor is, ha nincs igaza, akkor is, ha igaza van. Ez lényegtelen. De benned ez a reakció megy le. Pedig az őszintesség nem ez. Az őszintesség egy együttérző, mindennek kitárolkozó, nyitott, ugyanakkor közömbös, ítéletmentes energia. Ezért vele mindenhol lehet élni. Csak meg kell tanulni. Az őszintesség közömbös. Attól soha nem beszél beteg. Soha. Csak az ellenkezőjétől. Az őszinteséget ritkára hozzuk. Pedig van őszinte, őszintébb és brutálisan őszinte. És ezt a legutolsó fokot csak magaddal szemben szabad használni. Brutálisan őszinte kéne légy mindig magaddal. És ismerd el, hogy nekem éles a nyelvem. Ismerd el, hogy nekem túl magas az elvárásom. Ismerd el, hogy én a másikot igazából nem tudom szeretni, mert egy részt meg akarom benne változtatni. Egyszer fogadd el, és utána légy őszinte, és utána szeress. Mi nem ezt teszünk. Magunkkal nem vagyunk őszinték. Az őszintességgel vigyázni kell. Az őszintesség van egy tálca, amin az őszintességet kell föltállalni. Másképp nem működik. Az tálcát úgy hívják, hogy kedvesség. Ha nincs kedvesség, akkor inkább hallgass. De ne légy őszinte. Az őszintességben nem fér bele az, hogy én most megmutassam, hogy milyen őszinte vagyok, és a másikot ha kell, ha nem sértegessem. Az nem őszinteség. Az őszinteséggel, ha azt akarod, hogy a másik belőle hasznot hajtson, és valóban meghallgasson téged, akkor alázatos kell legyél. Az őszinteségnek a targoncája az alázatosság. Te csak alulról mehetsz az emberekhez. Mert ha te felülről kezded őt tanítani, akkor az őszinteséged kárba veszed. És csak csata lesz megint belőle, és folyik a harc. Hiába vagy bölcs, hiába látsz jól meg dolgokat, ha nincs alázat, nem tudod továbbadni. Ezért a szabály és a törvény az, minél nagyobb a bölcsesség, vagy minél magasabb a bölcsesség, annál nagyobb kell legyen az alázatosság. Máskülönben nem megy a rendszerünkbe semmi. Itt most hallgass meg, itt rólad van szó, nem másokról van szó, itt a te családodról van szó, és személyesen rólad van szó. Ott, ahol problémák vannak, és ott, ahol a szeretet elvakul és visszahúzódik, ott te hibás. Ezt be kell vallani. Ugye az őszinteség nem csak abból áll, hogy hazudunk, vagy nem hazudunk. Hazudunk, vagy igazat mondunk. Az őszinteség egy hozzáállás önmagunkkal szemben, mint ahogy azt már említettem. Tehát az őszinteség hiánya, az sokszor nem ismerhető fel. És nem jövünk rá, hogy mitől van a problémánk. De a káros hatást azt hordozunk magunkba. És hallgass meg, inkább sértődjön meg valaki rád, aki verte együtt ész, család, anya, szülő, bármi, mint hogy ne légy őszinte. Légy őszinte, ha ő megsértődött,
mert elvárása volt veled szemben, akkor az az ő baja. Ő belőle ki kell nőjön. És utána egy-két bocsánat kéréssel, egy szálvirággal még mindig tudod őt vigasztalni. De ha nem vagy őszinte, az a kár, ami benned keletkezik, ami nem látszik, az téged kísér, és attól te nem tudsz megszabadulni. Mi rövid távon azért hazudunk, és nem vagyunk őszinték, mert úgy látjuk, hogy az a biztosabb a békéhez az út. Ez igaz, mert ha neki hazudtál, nem sértődik meg. De amikor te hazudtál, a lelked beírta, és ő megsértődik. Van egy isteni megbocsátás, ez nem is téma. De meddig jut vajon? Mekkora a takaró, és mekkora alatta, amit el kell takarni? Szóval, ez egy ilyen könyv. Ilyen dolgok vannak benne, ezen kívül még vagy 40 ilyen téma, és én azt mondom, hogy ezt meg kell nézzük. Ha mi valóban egy kicsit szeretnénk jobban élni, boldogabbak lenni, vagy akiket szeretünk, hogy azok boldogabbak legyenek, akkor változtatnod kell magadon. Másképp nem fog működni. Tehát ez a könyv tulajdonképpen végig erről, meg ilyen témákról szól, és ugyanúgy az élet egy belső iskola, én most elindítottam egy iskolát. Úgy nevezik, hogy belső iskola. Ahova olyan emberek, akik hajlandók a föld anyának érdekében valami jót tenni, az életünk érdekében valami jót tenni, és elkezdeni tisztán élni, azok ide beiratkoznak. És én azokkal mindig kapcsolatban maradok. Most építünk egy olyan közösségi fórumot, ami teljesen titkos, nem egy ilyen Facebook vagy mi, ahol ezek az emberek egymás közt tudnak beszélni. Nekem a célom az volna, hogy azt az egy-két bolondot, aki olyan, mint én, és annak ellenére, hogy milyen a világ, ő ilyen akar lenni, mint amilyen én vagyok, azokat összehozza. Mert ameddig egyedül vagy, mindenki megtámad. Ha társaid vannak, akkor egész más a helyzet. Tudod, hogy a városban vagytok öten, össze is találkozhatsz velük, meg minden, kialakul egy valami más kultúra. Mi létre kell hozzuk az őszinteség kultúráját. Mi létre kell hozzuk a közösségi tudat kultúráját, ami abszolút nincs meg ebben a világban. Mindenhova, bárhova elmész, a jó célokat meghirdetik, és utána kiderül, hogy pénz, money, 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 érdek, érdek, érdek. Ez nem lehet. Valami el kell kezdődjön, valami kell legyen, ahol ami őszinte. És azért én elindítottam ezt a dolgot. Én úgy érzem magam, mint amikor egy vad elefántnak neki megy egy hangya. Az a hangya én vagyok. Akkor felteszek egy bukós, és akkor most legyőzzük az elefántot. Hát ez körülbelül így néz ki, ez az erőviszony, amivel én kezdtem. De én nagyon boldog vagyok vele. Én úgy érzem, hogy én egy szolgálatot teszek. Én egy isteni szolgálatot teszek. És az engem beteljesít. Aztán nem érdekel az eredmény. Biztos, hogy lesznek emberek, akikben megakad ez. És itt a lényeg, mint ahogy mondtam, valaki el kell kezdje. És valaki ezt kell mondja, te, itt van, nézd meg, itt van. És hidd el nekem, hogy nincs olyan emberi probléma, amit a spiritualitás meg ne oldana. Vagyis nincs semmi olyan emberi probléma, amit az egyénnek az átalakítása meg ne oldana. Tehát mi meg kell tanuljunk másként élni.
meg kell tanuljunk nem csak szájalni, hanem meg kell tanuljuk a csendet. Figyelj meg, ha neki gyermekkorodban ilyen meséket olvastak volna, Isten soha nem alszik, ahol mind csak a jó jön előnyben, az győz. Ahol mindig csak a szívről van szó, ahol mindig az értékekről, a belső értékekről van szó. És ha te egy ilyen családban lettél volna kiskorodban, ahol neked reggel mielőtt kimész az óvodába vagy az iskolába, apuka, anyuka megfogja a kezedet, csendbe körbeálltok, és azt mondja apu vagy anyu, na most legyünk csendbe, és érezzük, hogy mennyire szeretjük egymást. És ebben a csendben maradunk egy-két percet, és amikor bajod van az óviba vagy a suliba, te csak erre gondolj a szívedre, mert benned megvan minden. És mi a te szívedben vagyunk, Isten formájában, anyuka és apuka formájában, és az mindig veled van, és ő mindig mosolyog rád. Ha téged így neveltek volna, és azt mondták volna, a szívedbe hordozod a minden tudást és Isten, te más lennél máma. Te más lennél máma, és azt mondanád, ha ez bennem van, akkor mi a célom? Megtaláljam mindenre a választ. Benned mindenre megvan a tökéletes válasz. Neked a lelked csak azt akarja, hogy jó legyen minden, és boldog légy. Ezért jöttél erre a bolygóra. És nem tudjuk megcsinálni, mert minket már kicsi korunktól megtanítanak a dologra. Óvodás voltam, amikor megérkezett látogatásra a nagymama. Jaj, milyen jól néz ki a nagymama, mondja anyukám. Sanyika, nézd meg, ugye milyen jól néz ki a nagymama? Igen, a nagymama olyan, mint a boszorkám. Én emlékeztem a mesekönyvben lévő rajzokra, és az öreg néni, aki ott állt. Rám esett az egész család. Én láttam valamit, elrontottam, de fogalmam nem volt, hogy mit. Levegőt vettem, na most mondom, javítok a helyzeten. Én nem azt akartam mondani, anyám arcomán kiszívott, boldog, de én nem azt akartam mondani, hogy nagymama egy boszorka. No, azt akartam mondani, hogy nagymama olyan, mint egy sárkány. Akkor a gyermeket letolja. Megkezdik tanítani, nem szabad megmondani őszintén a vélemény, mert megharagszik a nagymama, vagy akárki. És akkor szépen aztán formáljuk mi azt a kis emberkét, amelyikben a lélek még minden sejtjében, egy 3 éves gyermeken én látom, ahogy világít belőle a lélek. Az a tisztaság, az a valami fantasztikus. Na aztán úgy elrendezzük, mikor már 16 éves, nincs is kivel beszélni. Hát ennek véget kéne vetni valahol, legalább az a pár ember, aki ezt megérti és elfogadja. Legalább az a pár ember, el kell kezdődj. Aztán lehet, hogy a szomszédok mondják mellettem, lakik egy bolond, aztán eltelik 5 év, és azt mondja, hú, a bolondnak jobb élete van, azok nem veszekednek. Azok szeretik egymást, azoknál minden másképp vagy. Így voltam én, mikor elkezdtem ezt az életmódot. Anyám fel volt háborodva. Oda adtad a vallásodót, imádsz egy embert, kitetted a forró kénybe, itt minden, te már meg vagy bolondulva, meg minden. Jó, járt a száj. Én csak hallgattam. Mondom, hát más a színészeket teszik ki, meg a nőket, meg a minden. Jaj, az más, az lehet. Családos, nős ember, az lehet. Ezt nem lehet. Hát én hallgattam. Eltelt 5 év, jön anyám hozzánk, megint egy karácsonyi látogatás. Jaj, nálatok olyan jó. Én olyan boldog vagyok. Úgy érzem magam, mint gyermekkoromban. Itt mindenki csak mosolyog, béke van. Nem lehetne megcsinálni, de bátyádnál mindig csak veszekszünk. Nem tudnád megcsinálni, hogy ő is csinálja ezt a dolgot? Állandó, hogy az anyám segít se lehet meditáltatni, az nem működik. Na de ez így van.
Amikor az eredmény bejön, akkor a szomszédok, akkor a mások, mindenki befogja a száját. De addig, ugatnak apám. Úgy ugatnak, mint a rendőrkutyák. Mikor engem letartóztatott a szekuritáti, annak ide is bezártak, rácsapközés, oda engedtek egy csomó veszett ilyen rendőrkutyát, jó, azok mit rendet. Na, ilyenek az emberek. Így csinálnak, ugatnak téged. Valahol az embereknek fáj, hogy ők nem mernek, a másik mer. Mindenki a tisztaság után sír. Mindenki a tökéletesség után sír. Mindenki boldog akar lenni. De nem meri megtenni. Én gondolom, hogy legtöbben itt ismertek az előző könyvemet, a Sors Navigátor. Ez az a könyv, ami bebizonyítja annak, aki még hitetlen, hogy ő szabja meg, hogy milyenek vele az emberek. És te szabod meg valójában azt, hogy veled hogy viselkedhetnek, és hogy szabad viselkedjenek az emberek. És az annélkül, hogy kinyitnál a szádat. És ez működik. És ez annyira csodásan működik, az utóbbi időben olyan érdekes leveleket kapok, amit az emberek leírnak, hogy azt kell higgyem, hogy ez a könyv egyre jobban működik. De nálam működik, mert mesterem van mögötte, úgyhogy egyszerű dolog. Apropó a mesterem, ha nem tudsz meditálni, még, de akarsz. És szeretnél csak 10 percet csendbe ülni és mosolyogni. Vigy egy ilyen DVD-t, ahol a mester van. És a mester mutatja, tedd fel egy zenével, vagy csendbe, kapcsold ki a telefont, ülj közel hozzá, és nézel, és csak mosolyog. És nézd meg, hogy mit tesz veled egy ilyen dolog, a mesternek a tudatát így magadba engeded a szívedbe. Olyan könnyű lesz, olyan más lesz minden. És megtanulsz meditálni. Én tőle tanultam meg meditálni, annélkül, hogy a szád kinyitottam volna. Én csak néztem őt. És attól, hogy néztem őt, megtanultam itt ülni a szívedbe. Ezek a dolgok működnek. És mi valahol meg kell tanuljuk a csendet. Mert mi csak a csendben vagyunk képesek kapcsolatba lépni a belső lényünkkel, a lelkünkkel. És a csend az a szívünkben, amely összekapcsol minket és a túlvilágot. Másképpen nem tudjuk megcsinálni. A csend az a nyelv, amelyen keresztül a lélek beszél. És hogyha megtanulsz csendben lenni, akkor rajtad kijavítódnak a problémák. És hidd el, nekem már nem leszel beteg. És tudod, miért nem leszel beteg? Azért nem leszel beteg, mert a belső diszharmónia megszűnik. Nem azért, mert a meditáció meggyógyít. Butaság. A lelket teszi azt. Te saját magad. És ezt csak a meditációval lehet, a csenddel. De nevezzük meditációnak, nevezzük csendnek. És ha csendben te csak itt imádkozol, ha hiszel Istenben, hogy drága Istenem, drága Istenem, drága Istenem, ez is elég. Bemész a csendbe, és más jön ki belőle. Mi olyan buták vagyunk, sajnáljuk az időt erre. Mert annyiféle szórakoztató, meg hülyeség, minden folyik, mindenhol. És azzal eltöltsük az időnket. És sajnálom napi 2-7 percet, ez a minimum, arra fordítani, hogy erőt kapjunk,
hogy többek legyünk. Itt nincs erő, hidd el nekem. Itt csak kétség van, és feladás. Ez ezer dolgot kitalál, hogy miért adj fel valamit, aminek nekifogtál. Ezt nem kell senkinek magyaráznom. A kitartás és az akaraterő egyedül a szívben van. Te meg kell tanulni, mint lény, hozzájutni ahhoz a kincshez, ami te vagy. Itt a könyvborítóján hátul le van írva egy történet. Ez benne van a könyvben is. Valamikor a 80-as évek végén, 90 elején nem tudom, mikor volt, egy bécsi hajléktalan, aki egy bevásárló kosárba hordta a földi vagyonát, koszos cuccait meghalt. És a város ezeket eltemette, és a cuccait számolták fel és égették el, amikor kibontották, és a kosár aljában ott volt körülbelül 2 millió értékű siling. És hát az a szerencsétlen tolta nap, mint nap. És éhezett, és koldult, és semmilyen sem volt. A város eltemette egy fakokossóval, kapott 2 milliót, és ez végig szenvedte az életét. Neked mi a véleményed erről? A butosságát ennek az embernek, mármint az önkéntes szenvedés nem lehet megérteni, és azt mondjuk, hogy szegény nem volt normális. Aláírod ezt? Igen. Hát van egy szomorú hírem a számodra. Te is pontosan olyan vagy, mint amilyennek őt tartod. Hordozod magadban a felmérhetetlen kincset és szenvedsz. Jó. Azt mondhatod, hogy a bécsi szerencsétlen tudta, hogy kincset tart a kezében, és mégsem használta. Ezzel szemben te nem tudod? Ez rendben van, elfogadom, ez igaz. Hiszen te nem tudtad mostanáig. Viszont ha ezt a könyvet elolvastad, akkor ez már nem titok számodra. Most már tudsz rólam, mármint a kincsedről, és még mindig akarsz szenvedni? Vagy inkább felkerekedsz kincskeresésre? A hajléktalan a paródia. A valóság mögött te vagy ember. A kincset ezzel találod meg. A kincset azzal találod meg, ha magaddal kezd el foglalkozni. Nem a polgármesterrel, nem a szomszéddal, nem a miniszterelnökkel, nem Putinnal és a társaival, senkivel. Felejtsd el őket. Őket Isten rendezi, ahogy téged is Isten rendez. Istennek a feladata nem a tiéd. Egy feladatod neked van, boldog lenni. És úgy élni, hogy te és a környezeted boldog legyen. Ami nem a te hatáskörödbe tartozik, ezen a földön és a társadalomban, azt mindent fogadj el, és ne háborogj. Ami a te hatáskörödbe tartozik, és tudsz te ellene tenni, mindent kötelességed megtenned. Ez a spiritualitás szabálya. A spiritualitás az életről szól. A spiritualitás nem valami szellemidézés, hülyeség. A spiritualitás nem is vallás. Ebben a könyvben egyébként mindent megtalálsz. És ha a kincsedet meg akarod találni, akkor le kell ülj. És meg kell tanulni a csendet. Vagy magadban, vagy mantrázással, vagy azokkal a mestervideókkal, vagy valamivel. Én más nem tudok ajánlani, de csak azt, amit én ismerek. Én soha nem foglalkoztam ezotérikával. Az ezotérika szerintem egy nagy butaság. Egy olyan, mint a pillangó röpdösése. Szebb-nézszebb virágokra száll. Jaj, milyen gyönyörű gondolat, elküldöm a barátnőmnek, felteszem a Facebookra, milyen gyönyörű dolog, jaj, sajnáljuk ezt az embert, tegyünk varázs köveket, meg mindenféle nyavajákot, és foglalkozunk mindennel. És amikor a pillangó reggeltől estig repül, és este leszáll, ugyanoda száll le, ahonnan elindult. És ez így van velünk.
ha te azzal nem magaddal foglalkozol, és nem kezded saját magadban ásni, te a más tudásából nem fogsz semmit kapni. Az igazi tudás és a bölcsesség az benned van. Én rendelkezem egy bizonyos fokú belső tudással. De ez bennem volt mindig. És ez abból jött ki, hogy a kérgeket lehúzta rólam a mesternek a programja, és azt én élem. Én még soha egy másik mester könyvét el nem olvastam. Én nem tudok semmit ezekről az utakról, amit az emberek tőlem kérdeznek, hogy mi a véleménye erről, meg arról, meg fogalmam nincs. Nem tudom, és nem is fogom tudni. De én tudok valamit, ami itt bent van, és az benned van, és az mindenkiben van. Indulj el a kincsed után, ne pedig a más kincseit rakosgass. Biztos, hogy szép a pillangónak annyiféle illatú virágot meglátogatni. De hova jutsz vele? Sehova. Ha te vizet akarsz találni, és ásol egy kútot a kertedben, akkor vizet fogsz találni. De ha te a kertedben 100 kútot ásol, sohasem fogsz vizet találni. 100 lyuk lesz a gödör. 100 gödör úgy fog kinézni, mintha vakondok jártak volna nálad. De annál többet nem érsz. Ez a lényege. Meditációs tanfolyam. Kaptatok ilyen cédulát? Igen. Akkor most még jönne egy dolog. Van valakinek valami kérdezni valója? Lehetőleg olyat, amit tudom. Ezt fogom tudni. Egy részben nagyon jó, mert a kíváncsiság nem jó. Az ezotérika az emberek kíváncsiságából él. És ott mindenki mond, vagy ír, vagy elad valamit, és akkor az ember végigjár 5-6 féle tanfolyamot, meg tanulja az ilyen-olyan erőket, meg mit tudom, miket. Én nem nagyon tudom ezeket. És akkor egy csomó pénzt elköltöttél, és mindenről tudsz, de a családban nincs béke. Még mindig. Az életedben nincs harmónia. Még mindig. A tested még mindig nem úgy néz ki, ahogy te szeretnéd. Mert nincs hozzá erőd az megváltozni. Tehát akkor ezek a dolgok értek valamit? Nem értek semmit. A probléma nekem csak az, hogy én ezt ingyen ajánlom. Ezért nem hisznek benne az ember. A riporter ezt még nem is tudta, hogy az ingyen van. Már úgy sajnáltam, hát akkor még. Na jó, ez van. Oké. Ha kérdés nincs, akkor én azt hiszem, hogy befejezem. A jaj, barátom, a barátom, hátul, aki a könyveket megnézi. Itt van egy ilyen üres cédula. Akinek kedve van, feliratkozhat, akkor az kap tőlem értesítő írásokat vagy levelet. Akit érdekel, az elolvashatja a honlapon a belső iskola dolgot, a csoportot, amit elindítottam, és megnézed, hogy bele tudsz találni egy ilyenbe, vagy nem tudsz bele találni, vagy érdekel, vagy nem érdekel. Ezt most meg fogom írni könyvformájában is kicsit bővebben, úgyhogy megint írok.
ezen a cédulán tehát feliratkozhatsz. A másik dolog pedig, amit még kér a barátom, hogy mondjam meg, hogy az új könyvet, a Nem titok, és a meditáció könyvet együtt, vagy akinek az megvan a másik könyvet együtt, olcsóbbért ad akcióban mind, ami a külön áruk van, meg ilyesmi, de hát ezt ő hátul megmagyarázza, amiről van szó. Akkor elmondtam mindent arról? Igen, akkor nem egészen, mert ez az igen nagyon el volt húzva a közepe. De milyen érdekes ez az emberi nyelv, főleg a magyar. A magyar nyelv az egy borzasztó érdekes. Imádom ezt a nyelvet. Nagyon-nagyon szeretem ezt a nyelvet. Németeknél az egy katasztrófa nekem. Nem jutok tovább. Ugye én a stílusommal, ahogy beszélek, a viccel, mindennel megmondom a paciensnek, az néz. Komolyan mondja, doktor. Mondom, nem, ez csak itt egy vicc volt. Aha, hát vicc is kell legyen, jó? Ez az osztrák vicc felfogás. Egész más. A magyar az nagyon-nagyon tudna a spiritualitásba menni. Mert a magyar nyelv, a magyar mentalitás és a fogalma, azok mindig arra épülnek, hogy mi kiegészítsünk valamit. És érdekes módon ez a nyelv, én nem tudom, ti tudjátok-e, hogy a magyar nyelv a legkevésbé változó nyelv a Földön. Tudjátok? Tehát a magyar nyelv úgy képzeld el, hogy ezelőtt 500 évvel így magyarral találkoznál, te körülbelül 65%-át érted meg, és ő téged, mint ami akkor, ahogy beszéltek. 65%. Az angolban 1%. Shakespeare időben élő angol máma úgy értene, mint egy magyar, aki nem tud angolul. Semmit! Mert minden nyelv átalakul, átváltozik, mert nem felel meg annak, amit az emberek élnek. A magyar az megrendíthetetlen. Az úgy van felépítve a szótőnkből, meg mindenből, hogy egy állam. De most ezért a mi gondolkodásunk is más. Én szerintem mi magunkkal sokkal könnyebben elválunk. Emiatt. Én ezt látom, mert külföldön élek. Láttam ott is, ahol születtem. Ott Romániában éltem. Én még magyar nem voltam végül is. Meg kell mondjam. De mégis magyar vagyok. Na de hát ez a mi sorsunk ki Európában. Oké, akkor ezek vannak. Nézzétek meg a könyveket. Nézzetek körül. Mosolyogjatok. Kívánok minden jó. Köszönöm.